Sziasztok srácok, itt is vagyok a Minden Transfer elfogadása sorozatom új részével, amit már az IFC 24-el fogjuk tolni. Ebben a videóban a Chelsea-t választottam ki, és velük próbáltam megteljesíteni a kihívásokat. Ha szeretnétek folytatást, dobjatok egy lájkot erre a videóra, és kommentben jöhet, hogy melyik csapattal legyen a következő videó. A csatorna támogatója az eneba.com, ahonnan több mint 30 ezer dolgot tudtok megvásárolni, köztük játékokat és programokat is. Az oldalon folyamatosan jönnek újabbnál újabb ajánlatok, amikkel sokkal olcsóbban vehettek játékokat. Ha bármilyen gondotok adódik, a nap bármelyik pillanatában tudtok segítséget kérni. Ha a leírásban lévő linkeket használjátok, be tudjátok szerezni az IFC 24-et és sok minden mást is. Na de jöjjenek a szabályok! Minden átigazolást el kell, hogy fogadjunk, kivételt képeznek a kölcsönszerződések, csak a téli átigazolás időszakban igazolhatunk, és az első szezon végére minimum 3 trófeát kell szerezni. Úgyhogy kezdjük is el ezt a karriermódot, és nézzük, hogy milyen ajánlatokat fogunk kapni. De már érkezett 2 ajánlat, amit szintén ugyanúgy, mint az előző évekhez el kell, hogy fogadjunk. Újabb ajánlat érkezett, hát itt nem éppen a legjobb játékosainkat akarják elvinni. És az első átigazolás össze is jött, nem tudom megmondani, hogy ki ő, szerintem az a Washington, igen. Szóval elmegy Sar, viszont Lavia nem fog elmenni. Hát srácok, ennek a játékosnak a nevét nem fogom kimondani. Your name. My name is Ovuvue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 vu
cserélni Enzo Fernández, és mivel jön egy új játékos, az egyben azt is jelenti, hogy Enzo Fernández elhagyja a csapatunkat. Madsenért is érkezett, 8 milliós ajánlat, és az egyik játékosunk elhagyja a csapatot. Az a helyzet, hogy eddig még nem igazán ismertem ezeket a játékosokat. Csalobáért érkezett egy ajánlat, sőt, Armando Brozsáért is érkezett, ezeket is el kell, hogy fogadjuk. Szerintem Brozsá is fogja hagyni a csapatunkat, így is van. Ogu Csukwuért érkezett egy ajánlat, amit szintén el kell, hogy fogadjuk, méghozzá 7,6 millió. Cucurellaért is érkezett egy ajánlat, méghozzá egy csere. Gusto is kapott egy ajánlatot, hát itt azért el vannak futva az árak, ilyen 76-os játékosokért adnak 16 milliókat, és Zuma érkezik, ami azt jelenti, hogy Cucurella elhagyja a csapatunkat, és egy újabb játékos hagyja el a csapatunkat, méghozzá Malo Gusto, és egy újabb játékos hagyja el, hát már nem is tudom, hogy hányadik játékos hagyja el a csapatunkat. Na hát srácok, egyelőre így néz ki a csapatom, az a helyzet, hogy nem igazán tudom, hogy mit tudnánk módosítani, talán átállunk egy másik felállásra. Meglátjuk srácok, hogy ez a csapat mire lesz elég. És akkor kezdődjön a bajnokság, méghozzá hazai pályán fogunk kezdeni a Liverpool ellen, hát ez egy nem egy egyszerű meccs lesz. És akkor induljon a meccs a Liverpool ellen, Salah jön a labdával, már a 16-oson belül van, és itt lesz, itt lesz baj, de nem lett baj szerencsére. És 11-eshez jutunk, na hát ezt muszáj belőjük. Ezt ha nem lövöm be, akkor tényleg csak rajtunk fog elmenni a meccs. Megpróbálom a jobb felső sarkot, és sima. És megnyertük a meccset, na hát nem volt több helyzet, ami azt eredményezte, hogy igaz, egy 11-es góllal, de úgyis megnyertük a meccset. Reece Jamesért érkezett egy ajánlat, amit sajnos, vagy nem sajnos, muszáj elfogadjunk, úgyhogy a legjobb-jobb hátvédünket elviszik. Chilwellért is érkezett egy ajánlat, méghozzá 35 millió fontot adnának az Arsenaltól, és Chilwell is ugyanúgy, mint Reece James elhagyja a csapatunkat, hát csak hasznát fogjuk venni annak a 61-es bal hátvédnek. És az utolsó 10 órájába érkeztünk az átigazolási szezonnak, Nicholas Jackson is kapott egy ajánlatot, méghozzá 33,4 milliót, és bajba is leszünk, mert el fogják vinni, úgyhogy a Brighton játékosa mostantól. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez lesz a csapatunk, nem tudom, hogy ezzel mire fogunk menni, és a téli átigazolási szezon az nagyon-nagyon messze van, úgyhogy meg fogunk szenvedni, biztos vagyok benne. A 9. fordulóban az Arsenal ellen fogunk játszani, de összeszedjük magunkat és megpróbálunk nyerni, mert ha Liverpool ellen összejött, akkor itt is jó lenne valahogy úgy csinálni, hogy nyerjünk. Nagy helyzethez jut az Arsenal. Saka, visszapasszol Gabriel Jesus. Nem tudjuk elvenni, megint Sakánál a labda, és itt már majdnem a saját térfelükön az Arsenal, de elvesztjük a labdát, nagyon jó. Sterling tovább burítja Caicedo, és az kimegy. Sterling hozhatja a labdát, és elhozzuk az utolsó Arsenal védő mellett. Na, ezt be kell lőni, és ott van a gól. Megvan a vezetés, végre valahára 33., majdnem 34. percben. Gabriel Jesus, Ødegaard, 16-oson belül vannak, Martinelli, lepattan Havertz, és ez megint a miénk. 1-0-ra is,
de legalább megnyertük ezt a meccset. És itt láthatjátok a tabellát, jelenleg harmadikak vagyunk, de pont egyenlőség van. Csupán csak annyi a helyzet, hogy kevesebb gólt rúgtunk, és hát egyel kevesebbet kaptunk, mint a Spurs, és kettővel kevesebbet, mint a City. Megtehetjük az első előrelépést méghozzá a Spurs ellen. Richarlison, Bentancur. Bentancurnak jó a csele, elviszi a védők mellett a labdát, és ez a kapus kezében landol. Mudrik, lassan 16-oson belül vagyunk. Mudrik, és kapufa. Én azt hittem, hogy gól lesz. Spurs támad, és egyre közelebb van a kapunkhoz, de el tudjuk venni, nagyon jó. És hozhatjuk ki, Mudrik. Jövünk tovább. Madueke, ez is jó. Nkunku, és Sterlingnek még jó. Nkunku nem kapja vissza, egyébként oda akartam, de hát nem úgy jött ki a lépés. A srácok, ebből csak egy pont lett, de még mindig jobb, mintha kikaptunk volna. A következő meccs viszont a Newcastle ellen lesz, és ők is előttünk vannak egyetlen egy ponttal, igaz, de ez egy verhető csapat szerintem. Nagyon szép indítás, Madueke, és az be kell lőni, ott van a gól, megvan a vezetés. Be is adhatnánk esetleg a labdát. Az jó, Sterling, eltekerjük, Sterling, és Pope nagyon jó helyen van. Mudrik, az jó passz, Nkunku, és miért nem engedte, hogy be, ez mi volt? Na srácok, ezt a meccset is megnyertük, ami azt jelenti, hogy egy újabb 3 ponttal lettünk gazdagabbak. Nézzük meg azért a tabellát, első helyen vagyunk, ami nem is olyan rossz pozíció, igaz, hogy ha megnézitek, még a 8. helyzet, Fulham is 4 pontra van tőlünk, nagyon-nagyon szoros az egész tabella, sőt egészen a 10. helyig csak 7 pont különbség van. Na és srácok, 20 forduló után jelenleg a 4. helyen vagyunk, és csak 6 pont hátrányunk van. Nyilván itt a többi csapat mögöttünk eléggé közel van, de nincs olyan messze az első hely sem. Szóval 6 pontot szerintem simán be lehet hozni még 18 meccsen, de viszont elkezdődött az átigazolási időszak, úgyhogy vásároljunk be. És akkor tegyük meg az első ajánlatunkat, méghozzá Nuno Mendesért, és Nuno Mendes csatlakozik a csapatunkhoz. Ahogy nézem, ezt az animációt nem igazán cserélte ki az EA Sports. Valhátvéd poszton meg is vagyunk, és arra gondoltam, hogy Carvajalt fogjuk leigazolni. És mostantól Carvajal is a csapatunk része. Úgy néz ki, hogy Lautaro Martinezért eléggé a zsebünkbe kell nyúljunk. Szerintem 100 milliót kell, hogy adjunk érte, 120-at kérnek. Lautaro Martinez csatlakozik a csapatunkhoz, és mostantól Barella is a csapatunk része. Na hát srácok, egyelőre úgy néz ki, hogy ezzel a csapattal fogjuk folytatni a szezont. Hát érdekes lesz, hogy az új játékosok hogyan fognak beilleszkedni a csapatba, aztán majd kiderül, hogy mire lesz idő még a szezon hátralévő részében. Nyilván még jönnek az ajánlatok, és még igazolhatunk. Dylan Williamsért érkezett egy ajánlat, amit el is fogadunk. És Gallagher elhagyja a csapatunkat, és Dylan elhagyja a csapatunkat. Hát az a helyzet, hogy őt eléggé sokáig használtuk, de az a helyzet, hogy nem az a szint, ami nekünk kell. Úgy gondoltam, mivel van még egy kis pénzem, ezért vásároljunk mondjuk a hátvéd posztra is, hiszen Thiago Silva már sajnos eléggé öreg, és mostantól Gabriel is a csapatunk része, úgyhogy egy nagyon jó középhátvéddel lettünk gazdagabbak, úgyhogy őt is bepattintjuk a kezdőbe, és így fogjuk nyomni a szezon hátra lévő részét. Jöhet a Liverpool elleni visszavágó, és hát nem lesz egyszerű dolgunk, én úgy érzem. Mudrik, az viszont egy nem rossz passz. Lautaro Martinez, és ott van a gól. Luis Diaz elviszi a hátvédünk mellett. Zuma ott van középen. Luis Diaz. Ötja világ, így kapunk gólt. Diego Jota így tud egyenlíteni. Caicedo. Jó passz. Megy tovább. Az is jó. Lautaro Martinez is, az egy szabadrúgás, ha jól láttam. Úgy is van, és egy nagyon jó pozícióból. Na hát most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy kivel tudnánk lőni. Talán Nkunkuval megpróbálkozunk. Na nézzük, hát ha be tudnám lőni Nkunku. És ez valószínű fölé ment. A meccs végül 1-1-el zárul, hát nem vagyok még elégedve, mert meg tudtuk volna verni a Liverpoolt. És úgy néz ki, hogy nem kaptunk ajánlatot, srácok, úgyhogy ezt egyelőre megúsztuk, nézzük tovább a szezont. Az egymás elleni meccsünkből nagyon sokat tudunk visszahozni, hiszen a 6 pont hátrányból akár még így lehet 3 pont is. Barella tovább Sterlingnek, Barella kapja vissza. És Barellával elrontom, hát nem igaz, pedig vissza akartam passzolni középre, és így rontjuk el. Az baj, Haaland. Meg tudjuk szerezni, nagyon jó srácok. Rodrigo kapja a labdát, Rodrigo. Elviszi egy védő mellett, de meg tudjuk szerezni, nagyon jó, Fofana. Tovább passzoljuk, Mudrik.
Lautaro Martinez. Nagyon szép csel. Ez is jó még. Nkunku. Tovább passzoljuk, az már Sterlingé lesz. Így is van. Sterlinggel visszapasszoljuk. Még így is jó. Mudrik. Jön a lövés, és lepattan. Hát ez a meccs 0-0-val zárul, úgyhogy nézzük a többi meccset, és reménykedjünk, hogy be fogjuk tudni hozni a 6 pont hátrányunkat. A következő meccsünk a Manchester United ellen lesz, amit ha megnyerünk, és bepótoljuk a maradék plusz 1 meccsünket, és nyilván azt is megnyerjük, akkor 2 pont hátrányban leszünk a Manchester City-től. Nagyon szép labda, Lautaro Martinez, ez be kell lőni, ott is van, megvan a vezetés. Lautaro Martinez, megy tovább a labda, Nkunku, nagyon szép, és az megint egy szép kis indítás, csak ugyanúgy, mint az előbb, Lautaro Martinez, és megvan a második gólunk. Akár a 40. percben lőhetünk még egy gólt, és újabb Lautaro Martinez gól jöhet, és meg is van, és végül megnyertük a meccset 3-0-ra, ami 3 pontot is eredményez. Lautaro Martinez mester hármasával. Elérkeztünk az utolsó 5 meccshez, ami egyben azt is jelenti, hogy akár meg lehet a bajnoki cím, hiszen ahogy láthatjátok, a Manchester City csak 3 ponttal van előttünk, egy meccsel kevesebbet játszottam, és most az Arsenalt kell, hogy megverjük, és akkor kezdődjön az Arsenal elleni meccs, hát jó lenne ezt srácok valahogy behúzni, ezt most valahogy be kell előni, Nkunku, és... De miért nem? A kapura lőttem és nem megy be. Az baj, Ødegaard. 16-oson belül, Ødegaard pedig kilövi a stadionból. Viszont jó lenne, ha jönnének a társak. Lautaro Martinez. Sterling. Sterling ott van a 16-oson belül. Sterling, be kell lőni, és ott a gól a 72. percben. 1-0. Nagyon remélem, hogy nem tett hozzá gólt, mint a FIFA 23-ban, ahogy szokta csinálni. És úgy néz ki, hogy egyelőre igen, megnyertük a meccset, srácok. A bajnokság sajnos nem csak rajtunk áll, hanem a Manchester City-n is, aki a következő meccset a West Ham United ellen fogja játszani, és az utolsó meccset leszimulálva 5-1-es végeredménnyel zártunk, nézzük a City mit csinált, és 2-1-re megvált a West Ham United, ami azt jelenti, hogy bajnoki címet szereztünk, srácok. Ahogy láthatjátok a tabellát, 1 ponttal a Manchester City előtt végeztünk, ami azt jelenti, hogy megvan a bajnoki cím. Egyébként itt pont alattam láthatjátok, hogy a West Ham United-del jött össze az a döntetlen, amitől azt hittem, hogy nem fogunk tudni nyerni. Sajnos a kihívást nem tudtam teljesíteni, remélhetőleg a következő videóban több szerencsénk lesz. Ha tetszik, amit csinálok, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok is fel. Legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!